A Budaörsön múlt hétvégén megrendezett Intersport Kickbox kupán az akadémia kiemelkedően szép sikereket ért el. Az indított 5 versenyző összesen 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet zsebelhetett be, tehát minden sportoló dobogós helyezést ért el saját korosztályában. A fiatalok egyik felkészítője, Lós Csaba stábunknak elmondta, a hazahozott medálok nagyon fontosak, ám emellett sok más következtetést is le lehet és le is kell vonni egy ilyen esemény után. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyen végeztünk. Igaziból fontosak az eredmények, de nekem inkább az állapot felmérésre voltam kíváncsi, hogy hova jutottak fejbe technikailag a gyerekek. Én nagyon meg voltam velük elégedve. Persze az eredmény is számít, mert ez motiválja őket, mint minket is edzőket, meg az egyesületnek is nagyon fontos, de nagyon meg voltam velük elégedve. Hozzátette, a mai világban a gyerekeknek nagyon fontos, hogy mozogjanak, a sporták kiválasztása szinte már másodlagos. Veres Richárd, világ és Európa bajnok kickbox versenyző is fontos szerepet vállalt a felkészítésben. Elmondta, nagyon büszke a csapat tagjaira, akik egytől egyig hozták az elvárt szintet. Nagy Vince és Pusztai Ábel gyermek kategóriában indultak, ugyanabban a súlycsoportban. Ami plusz pozitívum, hogy együtt is döntőztek, szóval az első 2 helyezést hazahoztuk Makóra. A kadett egyes kategóriában a Pál Olivér és a Szabó Hanna Panna indult, mind a 2 ezüstérmet nyertek, és felnőtt kategóriában pedig a Vörös Attila hazahozta Makóra az aranyérmet. Szabó Hanna Panna korcsoportjában ezüstérmes lett. Elmondása szerint nagyon szereti az edzéseket, amik mindig jó hangulatban telnek. Stábunknak azt is elárulta, hogy hogyan érezte magát a versenyen. Nagyon izgultam, és mikor már felmentem, akkor már nem annyira izgultam, mikor már elkezdődött a meccs. Büszke vagyok az eredményemre, és a szüleim is nagyon büszkék voltak rá, és a tanáraim is. Nagyon sokat gyakorolok az edzéseken, és készülök a versenyre, a következő versenyre. Felnőtt korcsoportban is sikerült aranyérmet szerezni az akadémiának. Vörös Attila édesapja hatására választotta ezt a sportágat, és azóta teljesen az élete részévé vált. A verseny után úgy érzi, technikájának tökéletesítésén kell még dolgoznia. Természetesen mindent beleadok az edzéseken, de emellett külön futóedzéseket végzek, és próbálok azért a felettem álló, sikeresebb sportolók videóiból is tanulni, hogy minél tökéletesebb legyek. Tehát szakadatlanul folynak tovább az edzések a Continental Makói Király Team Kickbox Akadémia berkein belül. November 3-án egy újabb verseny van a láthatáron, amikor is a csapat bővített kerettel Kabárra látogat majd egy országos megmérettetésre.